Az MSZP képviselőcsoportjának vezérszónoka Vajda Zoltán képviselő úr következik. Parancsoljon! Köszönöm szépen a szót. Hát ugye az adótörvények vitáját tartjuk most itt, mindjárt mondanék a dátummal kapcsolatos érdekességet. Először az jegyezzük meg, hogy ez egy klasszikus saláta törvény, amit önök mindig csinálnak. Ugye, ha jól számolom, mondjuk másfél tucatnyi témát érint, de inkább először a dátummal kapcsolatosan szeretnék megosztani, hogyha valamit, ha jól látom, november 5-e van keddi nap, és ugye ma van az Amerikai Egyesült Államoknak az elnökválasztása. Azért hozom ezt ide, mert érdekes egybeesés, nem gondolom, hogy a jegyzői kabinet, amikor mai napra tette az ülését, vagy bárhogyan születik a döntés, akkor ilyen tudatosság lett volna bennük, de mindesetre azért egy dicsérettel hagyj kezdjem, aztán ne aggódjanak, olyan sok dicséret nem lesz a beszélem hátralévő részében, de azt azért dicséretesnek veszem, hogy az adótörvényeknek a vitája, amely a költségvetéshez kapcsolódik, azért így ősszel van, ahogyan minden normális kultúrállamokban van, az költségvetést az év végéhez minél jobban közelítve szokták elfogadni. Nagyon egyszerű az oka, hogy miért, hiszen a bizonytalanság minél kisebb időtáv az embernek a magánéletében is úgy van, hogyha az időtávja a tervezésnek rövidebb, a bizonytalanság kisebb, akkor pontosabban tud tervezni, pontosan ugyanígy a költségvetéssel is, tehát egy icipici dicséretet azért eleresztek nagyon bátran önök felé, az dicséretes, hogy a költségvetést végre megjött az önök esze, ebben a tekintetben legalábbis, és év végére érkezett a költségvetés a tárgyalása. Na de milyen érdekes, hogy pont a mai nap tárgyaljuk az adótörvényeket, hiszen önök ezt a saját vezérlő tábornokuk felé szerintem, tehát Orbán felé úgy próbálták eladni, hogy azért kell most mégis csak változtatni azon, amit hosszú évtizedig tartotta magukat az a bődületes rossz szokásukhoz, hogy tavasszal vagy nyáron fogadják le a költségvetést. Szóval úgy tudták ezt eladni a vezérlő tábornokunknak, hogy majd az ő által preferált Trump választási sikere vagy nem sikeréhez kötik a költségvetést. Ugye jelzem, hogy a költségvetést néhány rövid napon belül tervezik benyújtani, a választás pedig éppen ma van. Úgyhogy az első kérdésem az, hogy vajon ez az adótörvény, ez most a béke költségvetés az önök kifejezésével, ugye a Trump által, önök által remélt győzelme, itt egy zárójeles mondatot hagyni, bár nem ehhez a témahoz tartozik, szerintem minimum a hazám érdekeivel ellentétes az, hogy önök nyíltan letették a voksukat ez egyik amerikai elnök jelölt mellett, hiszen egy szövetségi rendszerben országok között van szövetség, és nem emberek között, itt ezt a zárójelet bezártam, mondom ezt úgy, hogy még nem tudjuk a választásnak az eredményét, hiszen ezzel az órában kezdődött el. Szóval ez az adótörvény, ez valamelyik költségvetéshez kell, hogy csatlakozz, vagy kapcsolódjon, hiszen az adótörvény egy fontos alapja a költségvetésnek, és hát mondom, a miniszterelnökjüknek önök úgy adták el, hogy majd a amerikai választás eredményét követően dől el, hogy milyen költségvetést kell csinálni, és az önök értelmezésében a Trump győzelmével akkor egy béke költségvetést alkotnak, a Kamala Harris győzelmével meg akkor az önök hát nagyon-nagyon butuska gondolatmenet alapján pedig akkor egy háborús költségvetés lenne. Ugye ha kedva, mai nap és ma történik a választás, akkor mi nem tudhatjuk az eredményét. Az ehhez kapcsolódó adótörvény, akkor kérdezem önöktől szeretettel, vajon ez a béke vagy a háború költségvetéshez kapcsolódó adótörvény. A második gondolatom még mielőtt rátérek konkrétan az adótörvényel kapcsolatos gondolatomra, hogy ez az adótörvényt idehoztak, mindjárt el fogom mondani, és érvelni fogok amellett, hogy ez miért az adóemelésnek a törvénytervezete. Ez az önök kormányában lévő két fontos szereplőnek a személyes párharcának az eredménye. Ugye régen arról beszélek, hogy ez a kormány, és így hazám is, abban a csapdában szenved, hogy három fontos gazdasági szereplő, Matolcsi, Varga Mihály és Nagy Mártonnak a szakmainak álcázott, de valójában súlyosan durva, nyilvános és személyeskedő vitájának a csapdájában szenvedünk mi mindnyájan hazám. Ez a két szereplő, Varga Mihály és Nagy Márton, nyíltan pályázott a harmadik szereplőnek, Matolcsi Györgynek a megüresedő helyére. Ugye jövő tavasszal az önök értelmezésében felszabadul a jegybank elnöki pozíció, és ez a két ember szerette volna elfoglalni a Matolcsinak a helyét. Ugye a pletykák alapján ez Varga Mihálynak sikerül. Varga Mihály az, akit a miniszterelnök kipenderít a kormányból, azért mint az egyik legkudarcosabb minisztert, és a másik kudarcos miniszter pedig Nagy Márton pedig majd felfelé buktatja, és egy ilyen gazdasági csúcsminiszterré teszi meg, tehát a két legkudarcosabb miniszter itt egy nagyon sajátos személyzeti politika alapján
felfelé buktatja, egyiket kibuktatja, másikon felfelé buktatja. Személyes véleményem az, hogy mind a kettő boldogtalanná válik ettől majd természetesen, mert az egyik, amelyik gazdasági csúcsminiszter lesz ez napján a terv alapján, valójában jegybankelnök szeretett volna lenni, a másik, amelyik jegybankelnök lesz, ő pedig a fiskális politikát szerette volna tovább vinni. Minden esetre ez az adótörvény, amiről itt most beszélünk, az egyikőjüknek a nyílt győzelme szerintem, ez az egyikőjük, ez Varga Mihály, aki a fiskális politikáért felel, a költségvetési egyensúlyért kell, hogy felel, és ezért át tudott vinni egy ilyen adóemelésnek, egy jelentős adóemelésnek a törvényét. Zárójeles mondat, azért a másik miniszternek is van sikere. Éppen láttam azt, hogy elkezdték önök kitenni már a nagy kék plakátjaikat, a nemzeti konzultációnak hívott, ugye tőlünk ellopott pénzből gyártott propaganda plakátjaikat elkezdték önök kitenni. Hatalmas kék plakátokon, én látom már, hogy az új gazdasági programot hirdetik, szép, szép öles betűkkel aláírva, hogy Magyarország meg tudja csinálni. Hát két dolog jutott nekem eszembe a propaganda plakátjukról, egyik, hogy hát Magyarország meg tudja csinálni, még akkor is, hogy önök Magyarország érdekével szemben kormányoznak, Magyarország még jobban meg tudná csinálni, hogy önök nem így kormányoznának. A másik, ez a új gazdasági program kapcsán, nekem eszembe jutott, hogy ez a Novaya Ekonomicheskaya politika, hogyha jól emlékszem, a 920-21-es Lenini program, a új gazdaságpolitika, még a nevet is szépen elvették Lenintől, úgyhogy nagyon tetszik, ahogy a nagyság képviselő úr is magáinak veszi ezt az igazi kommunista tempót, úgyhogy 100 év távlatából önök még ezt a kommunista kifejezést is átvették. Szóval ott tartottam gondolatmenetemben, hogy Varga Mihály költségvetésért felelős miniszternek a győzelme ez az adóemelésnek a törvénytervezete. Fülemben van az, itt a plenárison is, vagy a bizottságunkban is állandóan hallom azt, önöktől, fideszes képviselőktől, vagy akár Varga Mihály pénzügyminisztertől is, hogy az ő vagy az önök kifejezésében a megszorítás vagy az adóemelés nem is létezik, hogy önök nem is ismerik ezt a szót, hogy önök nem tudják, mi ez a megszorítás, és nincs is adóemelés. Hát jó napot kívánok, ez a törvénytervezet definíció szerint az adóemelésnek a törvénytervezete, deklaráltan adókat emelnek. Tehát amikor önök azt mondják, hogy az önök szóhasználatában nem ismert dolog az adóemelés, meg nem ismert dolog a megszorítás, hát önök itt most megszorítanak és adóemeléseket vezetnek be. De még súlyosabb dolgot tesznek, az is súlyos, hogy amik adóemeléseket és megszorításokat vezetnek be, na de egy recessziós környezetben vezetne be önök adóemeléseket és megszorításokat. Szóval a főiskolának a első évének úgy nagyjából az első fél év vége felé tanítjuk azt, hogy egy recessziós időszakban adókat kell csökkenteni, hogy a gazdaságot valamilyen módon beindítsuk. Hát önök azt teszik, hogy recesszióba taszították az országunkat, nagyjából negyedik éve stagnál az ország, recesszió, most ugye érezhető a recesszió is van, a utolsó negyedéves adat az 7%-os gazdasági zsugorodás, és önök egy drámai dolgot tesznek, recesszióban emelnek adót, ezzel még jobban a földbe döngyölik szeretett hazámnak a gazdaságát. Tehát nem csak általában érvelek az adóemelés ellen, hanem a mostani konkrét időszakban különösen bűnös dolog, hazám érdekeivel szembe menő dolog az, hogy önök adót emelnek. Na de önök nem csak adót emelnek ebben a törvényben, hanem kitalálnak egy új műfajt is. Önök az automatikus adóemelés kormánya mostantól, tehát önök mostantól nehogy arról beszélnek, hogy önök az adócsökkentés kormánya, és én sem már csak arról fog beszélni, hogy önök az adóemelésnek a kormánya, önök mostantól az automatikus adóemelésnek a kormánya, hiszen kitalálnak egy ilyen új technikát. Egyelőre szóban amellett érvelnek, hogy csak néhány bizonyos területen, ugye itt alapvetően jövedéki adó, illetve az autózással kapcsolatos adóknak az automatikus adóemeléséről van szó. Önök egyelőre szóban az amellett érvelnek, hogy ez csak néhány adónál van ilyen automatikus adóemelés. Remélem nem lesz igazam, de mintha ez csak egy ilyen pilot projekt lenne, hogy önök most kipróbálják ezt, hogy megy, és ezzel majd kiterjesztik ezt az adónemeknek a széles sorára. Kívánom, hogy ne legyen igazam. Szóval az automatikus adóemelés kormánya bevezeti ezt az inflációt követő adónemet. Még egyszer, egy recessziós időszakban bevezetnek egy automatikus adóemelésnek a módszerét, egy infláció követő automatikus adóemelés, amely nem csak a recessziót fogják elsúlyosbítani, vagy még mélyebbé tenni, hanem az inflációt is fel fogják pörgetni, ez nagyon könnyű érvelni emellett, ez megint olyan főiskolai, hát második fél év első részében tartott oktatás, ajánlom önöknek áttekinteni ezt a nagyon elementáris könyveket is, tehát itt egyszerűen csak arról van szó, hogyha infláció követő adóemelés vezetne be, ez automatikusan részbe épül az árakba, tehát lesz egy közvetlen
közvetlen infláció növelő hatása, de a bizonyos infláció várakozások miatt, ez egy összetettebb kifejezés, államtitkár úr, majd ajánlom figyelmébe áttekinteni, szóval az inflációs várakozások miatt ez további infláció növelő hatása lesz. Tehát önök egy gazdasági recesszióban adót emelnek, amely még súlyosabbá teszi a recessziót, és az inflációt ismét fel fogják pörgetni. Azt is tanítjuk egyébként, és ez bizonyíték az önök adótörvényes, és ezt majd példálozni lehet ezzel oktatás kapcsán, hogy a kormány, legyünk igazságosak, a mindenkori kormány egyébként az inflációnak nyertese. Tehát amikor önök azzal érvelnek, hogy önök földbe döngyölték, meg elpusztották az inflációt, valójában ez csak bűvszavakról van, szóval játék a szavakkal, valójában önök abban érdekeltek, hogy az infláció pörögjön föl. Ennek az egyik nyilvánvaló például, hogy most itt a törvénytervezetben látható inflációt követő adóemelés, de hát az összes fogyasztási típusú adó, ebből a legnagyobb adóbevételt jelentő áfa, ugye nyilvánvaló, hogyha magasabb az infláció, drágábbak az árak, és akkor több az áfa bevétel, tehát elementárisan ez teljesen nyilvánvalóan lehet látni, hogy önök az infláció fölpörgetésében lesznek érdekeltek, ez az infláció követő adóemelés ennek a legelementárisebb bizonyítéka, amit mindenki fog látni, hiszen ha magasabb az infláció, akkor még magasabb adóbevétel lesz. Na de kedves kollégák, én azért javaslattal is érkeztem önökhöz, tehát én próbálok kollégáknak mondani olyan javaslatot, amely nem csak az, hogy miért ne emeljenek adót, hanem hogy honnan szedjenek be pénzt, és hol lehet pénzt találni. Először mondanék nagy számokat, és aztán mondok egy konkrét számot is, hogy még honnan lehetne. Mert hogy szerintem egy felelős ellenzékiként kritikával kell illetni a kormány, tehát ez a kormány nagyon lehet, és mindig meg kell mondani, hogy hol találhatják meg a megoldásokat. Javaslom, hogy akkor figyeljenek, tudnak jegyzetelni, és hoztam magammal tollat, és javaslom, hogy akkor nézd meg, hogy hol lehet pénzeket találni. Az egyik, ahol találhatnak pénzt, az az államadósság kamatainak a drámai tétele, ugye önök miatt, az önök felelőtlen gazdaságpolitikai miatt, hogy a pénzpiacok felől elveszett a bizalom önök felé, ezért hallatlan 4000 milliárd forintos kamatot kell fizetni az államadósság finanszírozására. Idén nagyságrendileg 4000 milliárd forint az államadósság kamatának finanszírozására. Ez minden magyar ember az újszülöttől az aggaskánig éves szinten 400.000 forintot kell, hogy fizessen. Ez egyébként naponta 1000-es, csak így jelzem, amit önök miatt kell fizetni. Ez, ha önök felelősek lennének, és mondjuk csak olyan szinten tudnánk finanszírozni az államadósságunkat, arányaiban, mint mondjuk a csehek vagy a lengyelek, és azért igazságos szerintem az összevetéssel, mert sem a cseheknél, sem a lengyeleknél nem vezették be az eurót, egészen másokból, mint Magyarországon, de nem vezették be az eurót, tehát ha olyan áron tudnánk finanszírozni arányaiban az államadósságunkat, mint a csehek vagy a lengyelek, akkor ennek a 4000 milliárd forintos idei költségnek lazán a harmadát megspórolhatnánk, az első tétel. A második tétel, sokat szoktuk itt mondani, a repülőtér megvásárlására vajon felelős dolog volt az, hogy minden magyar ember zsebéből nagyságrendileg 150 ezer forintot, 1500 milliárdot kivettek, vajon ez felelős gazdaságpolitika ez? Nem az idei korábbi tétel, a költségvetés érintő tétel, amikor a Vodafone megvásárolják, vajon az állam jó gazdája egy mobilszolgáltatónak egy ilyen gazdasági helyzetben, amikor önöknek adót kell emelni, vajon 700 milliárdért Vodafone kell-e vásárolni, és amikor a haveroktól, nem piaci alapon, azt hiszem, hogy a strómanoktól veszik tudatosan túlárazva luxus irodaházakat a város különböző pontjain, a Bosnyák téren, a Városliget melletti Dürer kertben, vagy akár a Kopaszigár környékén, összességében bőven több mint 500 milliárd forint értékben kormányzati negyedet, egy lopakodó kormányzati negyedet hoznak létre. Jelzem egyébként, hogy 2015 volt egy olyan kormány, amelyik transzparens módon akart egy kormányzati negyedet létrehozni, egy barnamezős beruházással, és önök akkor kikeltek ez ellen, most pedig egy kormányzati negyedet hoznak létre 500 milliárd forintos tételben, az önök strómanjaitól, a haveroktól és a vejektől vesznek 500 milliárdért túlárazott, több mint 500 milliárdért túlárazott irodákat. Úgyhogy ezt a négy tételt itt most akkor egy kedd délután 3 percet felsoroltam, és önökkel együtt ki tudjuk számolni. Ha 4000 milliárdos drámai magasságú államadósság kamatait úgy harmadával tudnák csökkenteni azzal, hogy felelős, megbízható kormányzat lenne. Ha az 1500 milliárdos repülőtér, a 700 milliárdos Vodafone és az 500 milliárdos irodapark beruházás összeadjuk, akkor ennek a négy tételnek az összessége, lazán találtunk itt néhány percet kedden délután 4000 milliárd forintos tételt, azaz olyan 400 000 forintot minden magyar embernek
amit önök elvesznek az idei évről beszélek, az idei évben hasonló tétel a jövő évben is, körülbelül 400 000 forint az minden magyar ember az újszülöttől az agaskánig, aki, amely bejjebb lennénk, és akkor nem kéne ilyen drámai, az automatikus adóemelés kormányának ilyen adóemeléseket tenni. És legvégül, én ennyit be is fejeztem a hozzászólásomat, legvégül azért egy nagyon konkrét javaslatot is mondok önöknek, ahol érdemes adót emelni, hiszen ha adóemelés kormány, akkor egy helyen elfelejtettek adót emelni. A vejnek, a nemzet vejének, Tibor cégnek, ha jól értem, az elmúlt 5 évben 50 milliárdos, 50 ezer millió forintos nyeresége született a központi vagyonkezelő cégük. Ben, hát tegyük szívünkre a kezünket, hát nem rászorulok ők, hogy nyerességadót ne kelljen fizetniük? Hát a nyerességadóval, hogy nem fizetik, ezt kiveszik a magyar embereknek a kezéből, így nekik is fantasztikus. Parancsoljon, elnök úr! Jó, még egy mondatot mondtam volna, úgyhogy a Tibor cégeket kell megadóztatni, azt hiszem, hogy 30 perc van, köszönöm szépen!